A Napenergia Plus program keretében 66% vissza nem térítendő állami támogatással lehet napelem rendszere és energiatároló berendezése a lakosságnak. A támogatás mértéke a beruházás költségeinek maximum 66%-a, de legfeljebb 5 millió forint. Nincs régiónkénti elosztás, a pályázatok időrendi sorrendben kerülnek elbírálásra, mondta el híradónknak dr. Hörcsik Krihárd országgyűlési képviselő. A pályázatok beadására szolgáló lakossági felületet kettő 2024. január 15-én nyitották meg. Előzetes kalkuláció szerint közel 15 ezer családon tud segíteni. Azoknak a háztartásoknak ad bizonyos visszanemtérítendő forrást a zöld energiatermeléshez és a későbbi fogyasztás tárolásához. A családok tehát most hétfőtől nyújthatják be először is egyfajta előregisztrációs kérelmüket, a, majd ezután a sikeres előregisztrációt követően adhatnak bizonyos támogatási kérelmet, vagy nyújthatnak át. A kormány egyébként ingatlanként közel 5 millió forintos hozzájárulással tudja segíteni a családokat, hogy csökkentsék jelentősen az elkövetkezendő években az áramszámlájukat. A képviselő hozzátette még, hogy ez egy 75 milliárd forintos keretösszegű program, amelyre érdemes minél hamarabb regisztrálni a lakosságnak lehetőséget teremt a saját tulajdonó ingatlannal, haszonélvezeti joggal vagy leasing szerződéssel rendelkező magánszemélyek számára, hogy térítendő támogatással, megújuló energiaforrással tudják ellátni a lakóépületeiket. A beruházásnak köszönhetően tehát egyrészt napelemből, másrészt pedig Tárolókból álló rendszerekkel bővülhet a napenergia kapacitása. A költségek kétharmadának az átvállalásával a háztartási kiadásai egyébként közel tíz év alatt megtérülhetnek. Tehát ezért fontos, hogy mindenki pályázzon. Az előregisztrációhoz szükséges az ügyfélkapus bejelentkezés, valamint alapdokumentumként a regisztráló személyes okmányai, a lakástulajdoni lapja és a legutolsó villanyszámla, tette hozzá Dr. Hörcsik Rihárd!